Sziasztok! Tehát akkor tulajdonképpen a mozzarella az rajta van, a feta rajta van, az oregano rajta van. Ezt most rápirítjuk. Utána hagyunk neki egy 20 percet, hogy piruljon, szikkadjon, álljon, és akkor utána lesz a tálalás. Tehát most már csak a végeredményt fogom mutatni, de azért nézzétek meg, milyen guszta, és olyan illatok vannak, és olyan ízbomba, és igazából tényleg egy tál étel, és nem használsz annyi áramot, többfélét főzöl, hanem minden egybe van. Egybe van, egy íz. Ez az én kis Szilvánusz konyhája, úgy hívom. Én találtam ki. Na, puszi mindenkinek!